felszívódó implantátumokkal műtenek boka és alkartöréseket, illetve izületi sérüléseket a Pécsi Tudományegyetem gyermekgyógyászati klinikáján. Ez azért előnyös, mert a gyógyulás után nem kell egy újabb műtét ahhoz, hogy eltávolítsák a beépített fémcsavarokat. Így néznek ki a töréseknél beépíthető, felszívódó csavarok és implantátumok. A klinikán eddig 28 gyermeknél összesen 49 ilyen különleges eszközt helyeztek be, boka, alkar, térd és könyöktáji törések miatt. A sebészorva szerint, mivel ezeket az implantátumokat nem kell a gyógyulás után kiszedni, így a betegeknek nem kell egy újabb műtétre befeküdni a kórházba óriási előnyének látjuk, nincsen második műtét, nem kell eltávolítani ezeket az implantátumokat, természetes anyagból készülnek, kevés, kevesebb allergiás szövődményre kell számolnunk, és azért nagyon fontos az is, hogy nincs egy második megterhelés a szülőnek, a gyermeknek, stresszel járó, altatással járó beavatkozás, és az azzal járó szövődmények is elkerülhetők. A klinikai eredmények és a betegek nyomon követése alapján elmondható, hogy a felszívódó implantátumok hasonlóan stabil rögzítést tettek lehetővé, mint a standardnek számító fém implantátumokkal történő rögzítés. A szülők is örülnek az új eljárásnak. Én nagyon örültem, amikor meghallottam ezt az új technológiát, és Anya általában úgy van, hogy szeretne a gyerekének mindenből a legjobbat adni. Úgy érzem, hogy ő talán a legjobbat kapta itt most, és nagyon sok olyan dologtól mentesül, ami esetleg egy más, egyéb műtét során előfordult volna. Gondolok itt a következményekre, a szövődményekre. A módszer egyetlen hátránya, hogy a felszívódó implantátumok költségesebbek a fémnél, de alapítványi és egyéb támogatásokból a klinika megszerezte rá a pénzt, hogy továbbra is alkalmazhassák.